Tisztelettel köszöntöm a Trio Televízió nézőit stúdióbeszélgetésünkön. A mai stúdióbeszélgetésünk vendége Sudár Lászlóné Zsuzsa néni. Köszöntöm Zsuzsa nénit. És a mai beszélgetésünk témája egy új könyv, Sudár Lászlóné írta, Juditból Malvina lesz, de hogy pontos leszek, Sudár Lászlóné, Témolnár Zsuzsanna. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy januárban Bükön a Magyar Kultúra Napján Fűzfa Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek a tanára, egyben a könyvnek a kiadója mutatta be Zsuzsa nénivel közösen ezt a könyvet. De ne szaladjunk ennyire előre, hisz azt szeretném, hogyha Sudár Lászlónéval jobban meg tudnának ismerkedni a nézőink. Ezért az lenne az első kérdésem, hogy hogy történik az, hogy egy középiskolai magyar tanárból többkötetes szerző, többkötetes író lesz? Hogyan, miképp kezdte Zsuzsa néni ezt a műfajt? Illetve ehhez kapcsolódóan az első könyve ugye a Farkas Sándor Egylet kiadásában jelent meg, és Zsuzsa néni volt ennek az egyletnek az első elnöke. Hogyan, miképp indult tehát ez az írói korszak, illetve hogyan, miképp indult ez a közösségszervezés itt Csepregen? Hát nem könnyű ennyi év távolatából összeszedni a gondolataimat. Tulajdonképpen annak, hogy irodalomtanár az ember, tanár, az íráshoz nem sok köze van. Mert ha végig tekintjük a hatalmas magyar írói, költői palettát, hát az igaz, hogy rengeteg tanár is akad rajt, de vannak jogászok, sőt, mérnök emberek és a legkülönfélébb foglalkozások. Minden azon múlik, hogy hogy találkozik az ember az írás szeretetével, hogy fedezi fel magában a képességet. És valóban pedagógus pályám idején tulajdonképpen nem írtam semmit, mert nem tudtam magamról, hogy képes vagyok rá. Az első kis cikkem a Csepregi Promenádban jelent meg, és mivel hogy szívesen elolvasták az emberek, továbbiakban is megkért az akkori szerkesztő, hogy írjak tovább. És valahogy ezzel a kis újságíróskodással kezdődött az én további, hogy mondjam, írói szerzői történetem. Először a néprajzzal találkoztam. A Vas népe az egyik kalendáriumában, ha jól emlékszem, a 95-ös kalendáriumában csepregi meséket kért tőlem. És én Rajci Máriának a csepregi irodalmat és néprajzot először feljegyző noviciának a könyvéből küldtem be az ő gyűjtéseit, a Rajci meséket. És hát boldogan láttam, hogy megjelent, olvasgattuk akkor a szerkesztőségben, és Hegyési Katalin kolléganőmmel arra jutottunk, hogy hát ennél több mesének is kell lenni, itt is és a környéken is. És 96-ban hozzáláttunk az anyaggyűjtéshez, és 97-ben hatalmas térségi összefogással, 18 településnek az összefogásával megjelent a könyvünk. És a mai napig az emberek kezébe van, a gyerekek kezébe van, és itt a Répce mentén nem hiányzik a mesemondó versenyekről. Ez a könyv volt ugye, balladák, románcok, balladás dalok a Répce mellékről. Igen, aztán később években, 2001-ben újra hozzáfogtam a néprajzi gyűjtéshez. Egy csodálatos lektorom volt,
Nagy Ilona a Tudományos Akadémia néprajzi osztályáról. Ő lektorálta a mesekönyvet is, és hát az ő áttekintésével tudtam kiadni a balladás kötetemet is. Mivel a mesekönyvben is megjelentek a horvát történetek, úgy gondoltam, hogy az énekes balladás dalaikat is megpróbálom összegyűjteni, és be is kerültek. Végül az az érzésem támadt, hogy itt élnek mások is, például cigányok. És nem hiszem, hogy gondolt valaki eddig arra, hogy a balladás kincseiket, illetve a nótáikat, az asztali nótáikat összegyűjtse, és találtam Szakonyban egy olyan családot, akik még ismerték ezeket a történeteket. Az adatközlőm nagyon értelmes ember, cigány ember volt, és azonnal mondta, hogy tanárnő kérem, egyetlen egy balladánk van már csak. Azt el tudom mondani, a Mérges Kígyó ballada. A többi pedig asztali nóta, ahogy ők mondják, Meszhajaki Gíj. És hát 2001 nyarán őszén ezeket gyűjtöttem össze, és konzultálni bejártam Szombathelyre Holdosi József kollégámhoz, aki szintén magyar szakos volt. Igen. És hát a középiskolai értekezletekről ismertük egymást, és ő volt, aki cigány származású lévén nekem tanácsokat adott, és kibővítette erről az etnikumról való ismereteimet. Én egy csodálatos kincset kaptam tőle. Érdekesek ezek a történetek, de közben ezzel párhuzamosan Zsuzsa néni itt a kulturális területen is nagyon sok mindent kezdett, hisz ha jól tudom, akkor 1993-ban már megalakult itt a Farkas Sándor Egylet, amelyik aztán az első könyvnek a kiadója is lett. Hogyan, miképp történt ennek az egyesületnek a megalakítása? Hát egy csodálatos időt értünk meg a rendszerváltás után, és tulajdonképpen pesgett minden körülöttünk, és azt mondtuk, hogy felforgatjuk a világot, megváltoztatjuk. És volt itt egy orvos, aki azt mondta, hogy álljunk neki, csináljunk civil szervezeteket. És valóban 92-ben létrehozták a Vegyeskar Egyesületet, és 93-ban sikerült megalakítanunk a Farkas Sándor Egyletet. Farkas Sándor a csepregi Csepreg történetének a szerzője volt, írója volt, monográfiát írt, és 1897-ben jelentette meg. Tiszteletből választottuk ezt az első krónikást az egyesület, illetve az egyletünk névadójának, és hagyományőrzést vállaltuk fel. Tulajdonképpen ezért születtek meg a néprajzi kötetek is. Nem csak tőlünk származó könyveket adtunk ki, hanem Balogné Horváth Teréziának a csepregi lófuttatásról szóló könyvét, amelyet mi az egylettel 100 év után újra megrendeztük, és több mint 20 évig életben tartottunk. És összegyűjtöttük, és az emberek elé tártuk Rajci Máriának a munkásságát is. Színpadra vittük, ahogy már sok néprajzgyűjtő előttünk is megtette. És hát így ismertettük, így hoztuk vissza a csepregieknek a régi hagyományaikat. Rajcin, Horváth Jánoson,
keresztül, aki most iskola, az iskola névadója, és Farkas Sándoron keresztül. Köszönöm. És hát akkor eljutottunk tulajdonképpen az új könyvig? Vagy voltak még közben Zsuzsanének azért olyan írásai, cikkei, amiről talán érdemes szót ejteni, hiszen hozott is néhány olyan dokumentumot, ami ehhez kapcsolódik. Hát igen. A Budapesti Honismeret közölte le az írásaimat. Aztán leközölte az írásaimat a Vas megyei honismereték körnek a közlönye is leközölte, és ez biztatott arra, hogy itt feltárjam nem csak az irodalmi emlékeket és a néprajzi emlékeket, hanem a helytörténeti emlékeket is. 14-ben jelent meg egy nagyon szép, hát utolsó cikkem a Csepregi Krónikának a valódi története, amelyet Erdélyben őriztek, és most is Erdélyben őrzik az egyik példányt, a másikat pedig a Magyar Nemzeti Múzeumnak az irattárában. Hát ennek a honismereti munkának a elismeréseképpen kapta meg Zsuzsanéni ugye azt az emléklapot, amit gyakorlatilag a honismereti munkájáért érdemelt ki. Ezen kívül a magyar kultúra lovagja lett. Ez a megtisztelő cím, amikor átadták, akkor a laudációban mit mondtak? Miért kapja Zsuzsanéni, mivel indokolták? A magyar néphagyományok őrzéséért kaptam. Tulajdonképpen a néprajzi kutatásainkért, és azokért az előadásokért, megmozdulásokért, amelyet a Farkas Sándorral együtt megcsináltunk, és nem csak a körülöttünk lévő községekben, hanem Felvidéken és máshol is ismertté tettünk. A vasvegyei népművelőknek van egy szövetsége, egy egyesülete, és minden évben kiad közösségi díjat. A híres tanár, Kis Gyula tanár úr, aki valamikor nekem is a népművelés tanszéken tanárom volt, a Kis Gyula díjat Zsuzsanéni megkapta a közösségi munkáért, ami tulajdonképpen a Farkas Sándor egylet munkájának az elismerése is volt egyben. Hát gondolom, hogy ezek a kitüntetések még inkább arra inspirálják az embert, hogy ezen a megkezdett úton menjen tovább. Hát nem csak a kitüntetések. Az nagy baj lenne, ha az ember csak kitüntetések. Ez valahol belülről jön az emberbe, hogy ezt jó lenne megcsinálni, meg kell ezt írni, közkincsé kell tenni. Nem gondol az ember olyankor arra, hogy engem majd kitüntetnek érte, vagy ilyen, vagy olyan díjat kapok. De azért nem esik rosszul. Nem esik rosszul, de ez a hely szeretete. A felfedezés öröme. Az, ami az embert mindig szép irodalmi munkámban is, és a helytörténeti munkámba is előre mozdított, mert hát örömmel csinálom. Minden új gondolat, új felfedezés számomra örömet jelent. Lépjünk tovább, és beszéljünk akkor erről az új könyvről. Juditból Malvina lesz, és ennek a könyvnek a keletkezéséről azt olvastam, hogy tulajdonképpen egy pillanat, egy villanás volt, ami elindította Zsuzsanénit, hogy megírja a tulajdonképpen első magyar költőnőről ezt a könyvet, Dukai Takács Juditról, aki ugye Malvina lesz később, ezt a költői nevet vette fel. Hogyan, miként találkozott először Dukai Takács Judittal? Doktor
Bokányi Péter meghirdetett egy irodalmi kirándulást, és arra a csepregi olvasókörrel elmentünk. És végigvitt bennünket Kemenes alján, egy kultúrában rendkívül gazdag vidéken, és eljutottunk Dukára is, és megálltunk az öreg temetőnél, és ott állt egy hófehér kripta. Nem rosszul mondom, mert inkább azt mondom, hogy egy földház. És az olyan hatással volt rám, mikor azt mondta, hogy ebben Dukának és Kemenes Aljának a költőnője nyugszik. Ha szabad lenne ezt a kis pici észlelést felolvasnám. Hallottam róla, hogy volt. Létezett itt Vasvár megyében 200 évvel korábbi időben egy Szaffó lelkű poéta lány. Egy kirándulásokán eljutottam a dukai temetőbe. A kísérő rámutatott egy egyszerű fehérfalú kis hajlékra, hogy abban nyugszik Kemenes Alja költőnője, Dukai Takács Judit. Néztem az utcéről a bekerítetlen sírkertet dülöngélő köveivel, fejfáival, a fehér földházzal, amely porait rejti. Belém égett a kép, és velem maradt. Nyomát követtem azoknak a férfiaknak és nőknek, akinek feljegyzéseiben, írásaiban Juditra találtam, akiket szintén megérintett különös lénye. Az irodalomkutatás alanya volt tanulmányokban és szép irodalmi művekben, de a tények és a konklúziók számozott jegyzetek mögött minden egyibe felragyogott különös, vibráló egyénisége, teljes emberi szépsége elvarázsolt mindenkit, aki személyéhez, múltjához közeledett. Ugye, akik nem nagyon ismerik Dukai Takács Juditot, ugye 1795-ben született, és ugye az 1800-as évek első évtizedei a meghatározók az életében. Egy kisnemesi családból származik, és ami érdekes volt a számomra, hogy azért az ő szülei, hiszen még amikor iskolába ment élt az édesanyja, nagyon fontosnak tartották, hogy tanuljon. Mennyire volt abban az időszakban ez megszokott ebben a középnemesi, kisnemesi rendszerben, hogy a lányaikat tanulni küldik? Egyáltalán nem volt. Egyáltalán nem volt. Megszokott, a nőnevelés az hihetetlenül elmaradott volt Magyarországon. És az ő szülei, Dukai Takács István és a felesége felismerték, hogy ebbe a kislányba hihetetlen érték van, éles eszű. És verseket írogat. Nagyon korán már elkezdte papírra vetni az első kis gondolatait. 13 éves, amikor már a hadakhoz szól, minden könyvet megvettek neki, minden értékes munkát, és a kedvence azonban Csokonai lett, és a Sümegen lakó Kisfaludi Sándor, a Himfinek a szerzője. Ezektől a poétáktól tanulta tulajdonképpen a fontos dolgokat, és hihetetlen szerencséjük volt, mert Juditnak nagyon fiatalon költőbarátai akadtak. Versei kézírással terjedtek. Ő nagy árkus papírokra vetette őket, és mindig akadtak barátok, akik tovább vitték és osztogatták Judit verseit. Így kelt neki költői híre, és így jutott el hozzá Sárvárról Horváth Elek József, aki ott jogászkodott,
és pártfogásba vette Judit könyv, költeményeit. Na most ez a Horváth Elek tulajdonképpen nem volt nagy költő, de felismerte Juditban a tehetséget, és a verseit eljuttatta olyan címzettekhez, akik szintén értékelni és tovább tudták adni. Így Judit unokatás testvéréhez és unokatestvérének a férjéhez, Berzsenyi Dánielhez is eljutottak a költeményei, Berzsenyi keresztül pedig Kazinczy Ferenchez, és ezek óriási dolgok voltak abban az időben. Kazincit meglepte ennek a fiatal kemenesaljai poéta lánynak az akarása, az igyekezet, ahogy Helikon felé indult, és oda bebocsátást kért. Ugye a Helikon ebben az időszakban ugye a költészetnek, helyen, költészetnek a jelképe igen. volt tulajdonképpen, görög mintára, és hát szerencséje volt Juditnak, tehetséges is volt, és mindig megtalálta magának azt az utat, amely a költészetben feljebb vitte. Eljutott egészen Katona Józsefig, és ezt még senki nem írta le, az én könyvembe szerepel először, hogy Katona József írt hozzá verset, és tulajdonképpen láthatatlanban is, csak hallás útján, hát szerelmes volt Juditba. Együtt jogászkodott Judit egyik unokatestvérével és Bárány Boldizsárral, és innen kezdődött tulajdonképpen az a költői kapcsolat és az elismertség, egymásnak az elismertsége. Ez hihetetlen nagy dolog volt Judit számára, és tulajdonképpen felérkezett a legjobbak közé. És nagyon fontos volt még az Urai Újfaluban működő Döbrentei Lajos tiszteletes fiának a segítsége, Döbrentei Gáboré, aki Horváthoz hasonlóan felismerte Judit kivételes tehetségét, amelyet ugye megtámogatott nagyon szép, kellemes lénye és gyönyörű külseje. Kiváló társalgódói volt Judit, kiváló házi asszony volt, a Soproni Evangélikus Iskolába megtanult mindent, amit a háztartás vezetéshez megköveteltek tőle akkor. Édesanyja halála után a Dukai otthont is ő dirigálta. És hogy még egy vasmegyei településbe vonjunk, ugye Simaságban született az a Festetis György, aki aztán gyakorlatilag felismerte az ő nagy tehetségét, és a keszthelyi Helikon ünnepségekre Festetis György által egy kiemelt személyiségként érkezett Dukai Takács Judit. Igen, Festetis Györgynek más szerepe is volt Dunántúl életében, és hát a magyar költészet történetében is. Egy olyan korban élt Judit, napóleoni háborúk után vagyunk. A nemességnek megszűnik az az árufoglalmazó lehetősége, hogy a napóleoni háború korában a Habsburgház hadseregének, közös magyar-osztrák hadseregnek eladja a gabonáját, a termését. Ott maradtak a korszelütlen gazdaságukkal, és felvetette ez a kor, hogy igenis a magyar gazdaságot fejleszteni kell. Ez volt az egyik, amelyik Dukai Takács Istvánt elvitte Keszthelyre a Georgikumba, amelyet 1790-től működtetett Festetics. Ez egy gazdasági iskola volt, egy mintagazdasággal. És
Ide magával vitte lányát, Dukai Takács István is, ez volt az első találkozása Festeticssel. Aztán később a fia fedezte fel Juditot egy úrnapi körmenetben, és meghívták magukhoz édesapjával együtt egy diszebédre. Ez 1816 úrnapján volt. Na, innen aztán a barátság állandóan erősödik, és itt alakulnak ki a tervei Festetics Györgynek a Helikoni ünnepség megszervezésével, és úgy gondolja, hogy ennek egyik központi alakja Dukai Takács Judit, ez a szép fiatal leány is lehet. És a másik, ami égető volt Magyarországon, a magyar nyelvnek az ügye. Nem volt a tudománynak nyelve, és cigány nemnek, nyelvnek minősítették. Berzsenyi elkeseredetten ír levelet Kazincihoz, hogy a magyarországi arisztokrácia, aki külföldön él, a magyar nyelvet cigány nyelvnek tartja, és így minősíti. Tehát a Helikon tulajdonképpen azért jött létre, hogy ezen a helyzeten változtasson, központi helyre helyezze a magyar nyelvnek a művelését. Ugye ebben az időben már folyik az ortológusok és neológus nyelvújítóknak a küzdelme, hogy milyen is legyen a magyar nyelv. Hogyan lehessen majd megnevezni azokat a fogalmakat, amelyre Magyarországon is csak németül van szó. Tehát mindenképpen a magyar nyelvművelés vált Festetics számára egyik fontos gondolattá, mert úgy gondolta, hogy az ő diákjai, a Georg Igon diákjai tudjanak szépen beszélni, tudjanak szónoklatot mondani, és érezzék át a haza gondjait, és a magyar nyelv ügyét is. Mezőgazdaságszászokat képzett, de ehhez szükség volt mindezekre a nyelvi tudásokra is. Dukai Takács Judit 23 éves, amikor gyakorlatilag tündökör, mert a Helikon ünnepségeken kiemelt személyiség, olyan költőkkel, írókkal levelez, aki az országnak a legmeghatározóbb, leghíresebb művészei, írói, és ekkor következik életében talán az egyik legnagyobb meglepetése, amit édesapja okozott, hisz nagyon gyorsan, szinte pillanatok alatt a 23 éves Juditot férhez adja. Vajon miért kellett ilyen gyorsan, ilyen sietősen férjet választani, és ezzel gyakorlatilag a mostani rábapatyra, felsőpatyra költöznie, igen, és minthogyha ez a gyönyörű, szépen ívelő költői dolog valahol megszakadt volna. Ez így is van, két okból. Sejtésem szerint, hiszen a könyvemben le is írtam, sejtésem szerint két okból történt. Judit 23 éves volt, tulajdonképpen egy szerelemre érett nő volt, de nem találta meg azt a párját. A magyar köznemesség körébe, akikkel találkozott, egyik sem volt az a szellemi ideál, az a művel férfi, akivel szerette volna összekötni az életét. Húzta, halasztotta. És ugye 23 éve ebben a korban már idős, igen, idős lánynak. Tulajdonképpen lassan már ugye öreg lánynak számított, igen, volna. Igen. De Judit annyira vonzó és szép egyéniség volt, hogy ezt nem is firtatták nála. Uh-huh. Itt talán a 18-as helikoni, májusi helikoni ünnepségen. Ott sejtésünk szerint ez szájhagyomány útján terjedt az egyik Festetics ifjúval, igen,
Hát, hogy mondjam, közelebbi barátságba keveredett. Hát ez a barátság nem lehetett hosszú, mert az ünnepség maga 2 napig tartott. De ott mégis történt valami, amit maga a Festetics György sem akart. Az unokaöccse Festetics Leó volt tulajdonképpen. Igen. Ez a fiatalember, 18 éves, Juditnál 10 év vagy 5 évvel idősebb, és ráadásul gróf. Judit egy köznemesi származású művelt leány volt, és ezt meg kellett akadályozni. A másik szempont, amit én úgy vélek, hogy Takács István beleunt lánya kísérgetésébe, mert mindenhova követte, ment. Igen. Vele, gardírozta. Édesanyja nem volt, tehát az apa töltötte be ezt a gardírozó apaságnak a szerepét. Tehát ő ehhez már idős volt és fáradt. A házassága hogyan, miképp alakult? Ezt olvastam a könyvben, hogy igazából egy evangélikus középnemes vette feleségül, akinek aztán gyermekeket is szült. Igen. Abban az időben egy nő, meg a házasulandó fiatalok nem szólhattak bele, hogy a szülő kit válasz számukra. Föld a földdel, vagyon a vagyonnal házasodott, és a fiataloknak nem volt beleszólása. Azám csak az ő leendő férje Juditot már ismerte a Helikon ünnepségekről. Ott volt és csodálója volt 4 helikoni ünnepen keresztül. Kinézte magának, és hát valahogy ez volt az egyik oka. Soha semmit nem írtak Judit férjéről, legfeljebb azt, hogy nagyon korán, 1832-ben meghalt. Nem tudtunk róla semmit, ennek utána néztem levéltárakban, egy jó módú, és elsősorban jogásznevelésre berendezkedő, elég széles nemesi családnak volt az egyik gyermeke, Judit férje, és a Göndös családnak nagyon messze visszavezet a nemesi múltja, jómódúak is voltak, és megfelelőnek találta a 2 család ezt a házasságot. Judit, mikor meglátta a leendő jövendő beliét, elképet, és hát nem akart elfogadni. Soha nem tudjuk meg, milyen volt a külseje a leendő férjének. Mennyire volt távol attól az ideáltól, amit ő magában nevelgetett. Azt írja Pálóczi Horváth Ádám, hogy testileg derék, de nem poéta. Judithoz poéta kellett volna. Hát ő egyszerűen megkezdte, Göndöc Ferenc megkezdte feleségének az átnevelését, egy csúnya kis cédulát tett le a szekrényére, és ebbe leírta véleményét a Helikonról, nem mondom föl, nem szép. És hát úgy gondolta, hogy Judit csak háziasszony lesz. Judit kiválóan zenélt hárfán, zongorán, és a klavírját azt nem vetették bele a hozományba, nem vihette magára rába patyra. Nehogy ne palántáljon, tyukot ne ültessen, malomban ne kísérje a kocsist, hanem inkább
a versektől tartsa távol magát. Az eddigi róla írt irodalom mind azt mondja, hogy Judit tulajdonképpen befejezte a költői munkásságát, nem volt igaz. Judit egy autonóm egyéniség volt, aki nem adta fel, és már második éven, 19-ben, ugye 18-ban házasodtak, 19-ben a férje névnapjára verset írt férjemhez címmel, bent van a könyvben. Tehát ő nem adta fel, gyermekeihez írt verseket, a rózsafájához, amit a dukai ablaka alól átültettetett a patyi ablaka alá, és megírta a gyönyörű Rózsabokromhoz című versét. Ebben az időben, mikor őt úgy gondolják, hogy hallgatott, a világ felkarolta, a budapesti újságok, de még a bécsi lapokban is megjelentek Juditnak a legszebb költeményei. És közben maga is írt verseket, de ebbre is van példa, meg fénymásolat is. Igen, hát műsoridőnk miatt nagyobb léptékbe kell sajnos haladnunk. Férje aztán hirtelen, tragikusan elhunyt, és hát ott maradt Judit a gyermekekkel, és egy olyan vagyonnal, amire a Göndös család szerette volna rátenni a kezét, és kezdődött egy jogi hercegurca, amiből aztán Judit egyféleképpen próbálta magát valamilyen módon kivágni egy új házassággal. Igen, nem bírta a terheket Judit. Ott volt a három gyerek, mert közben, még a férje halála előtt a legkisebbik gyermekük meghalt, és hát nem bírta a terheket, a napi küzdelmeket, a rádobált sarat, csúnya harcok voltak ezek a birtokért abban az időben, és én jól sejtem, a hitbérgyanán kapott pénzét és gyermekeit, megillető vagyont sem akarták számukra visszaadni. Férjének volt egy barátja, Patyi István, ügyvéd, táblabíró, aki addig is, a férje idejében is intézte a vagyoni ügyeiket, és most is Judit mellé állt, és Juditnak megkérték a kezét. És Judit igent mondott. Ez, röviden mondom, 4 évig házasságot jelentett, és ebben ez emberségesebb volt, érzelemtelibb, szeretetteljesebb. Többet kapott a második férjétől, mint az első férjétől. Ezt így kell elfogadni a rába patyiaknak is. Igen. Hogy hát ez nem volt egy boldog házasság. Viszont mondhatjuk a ákfalvi nézőinknek, hogy az ő településüknek is köze van Judit házasságát. Igen. Gyakorlatilag Ákfalvban köttetett ugye a második férjével, és Sopronban éltek, tehát gyakorlatilag így vonódik be még a következő település is, ahol ezt a műsort láthatják. Igen, igen, az Ákfalvi evangélikus anyakönyvben megtalálható Patyi István és Göndös Ferencné, özvegy Göndös Ferencné, Dukai Takács Juditról szóló házassági bejegyzés. És hát majd valaki majd előkeresi, és örülni fognak neki, igen, hogy ilyen híres emberek jártak ott. Aztán később beköltöztek Sopronba. Igen. Ugye az ő férje is ügyvéd és táblabíró volt, és az nem tiltotta Juditot az irodalomtól, de hát ő is egy jogász volt, hagyta a feleségét írni, ha volt rá ereje. Judit ebben az időben kezdett el betegeskedni, közben 2 gyermeket kihordott. Sándor, kis Sándornak az utódai tovább éltek, és olvastam, hogy tulajdonképpen a Simonfi Andrásnak nagyon sokat segítettek, amikor a Dukai kastélyt meg akarta újítani, megvásárolta, és egy irodalmi központtá szerette volna tenni.
Tehát még ma is van élő Dukai Judit, Isten tudja hányadikük unokája, még létezik valamelyik ágon. És a másik kislányát halálos betegen hordta ki. Igen. Hát fiatalon, tragikus körülmények között, ugye szülés követően halt meg, és ha két mondatban össze lehetne foglalni, hogy mit jelent Dukai Takács Judit a magyar irodalom történet számára? Azt mondta az egyik kutatója, hogy Judit az idő küldötte volt. Tehát akkor lépett színre, amikor a magyar nyelvnek az ügye és annak a fejlesztése, fejlődése nagyon is központi kérdésé vált. Ugye ez a reformkorban ez így történt, és tulajdonképpen egy nagyon jó költőnek tartották. Örömmel olvastam, épp a napokba került kezemben Nemeskürti Istvánnak a Diák ír magyar éneket könyve, és ő, aki legalább 10-15 sort írt Dukai Takács Juditról, egyébként szükszavúan nyilatkoztak róla. Általában a lexikonok, és a különféle lapok, de Judit az egyik legjobban feldolgozott alakja, nő alakja a magyar költészetnek. Legjobban feldolgozott alakja. Úgyhogy ebben a században is sokan kísérelték meg, hogy Judit alakját ilyen vagy olyan formában felmutassák. És én is megpróbáltam, kijavítgattam a téves információkat, amiket az emberek begyűjtöttek, és így született meg ez az esszéregény, amely azt hiszem egy nagyon fontos dolog Dukai Takács Judit megítélése szempontjából. Zsudán, nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, erről a könyvről van szó, ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy legközelebb egy újabb könyvvel, egy újabb kiadványjal találkozhatunk, amit Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna írt, de ha legközelebb esetleg honismereti cikk jelenik meg Zsuzsanéné tollából, azt is nagyon szívesen a nézőink elé tárjuk. Köszönöm a beszélgetést! Kedves nézőink, stúdió beszélgetésünket látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Én is köszönöm a beszélgetést.